Műsorunk támogatója a Penny Magyarország. Szia Gabi, tudod, mi sikeres embereket mutatunk be ebbe a műsorba, és itt vagy te is velünk, ez nem véletlen. Meséld el, hogy kezdődött a te karriered. 2004-ben, közel 20 évvel ezelőtt eladópénztárost kezdtem. Nagyon tetszett már az elején is, hogy nagyon pörgős a munka, mindent kell csinálni egyszerre, tehát rengeteg feladat van, és azt nagyon úgy éltem meg, hogy fantasztikus volt a csapat, olyan emberekkel dolgozhattam együtt, akik mindent megtesznek egymásért, és tényleg segítettek a fejlődésemben mindenben. Említetted, a csapat nagyon jó, akikkel dolgoztál együtt. A felettesekkel milyen volt a kapcsolat? Miben tudtak ők segíteni neked az előrelépéshez? Bármivel fordulhattam hozzájuk. Ezt most úgy érsz, hogy szó szerint felhívhattam őket bármikor, bármilyen problémával, ha egy kollégával történt valami, ha esetleg olyan szabályba ütköztem, amit nem tudtam hol keresni. Előfordult, hogy bizonytalan voltam egy konkrét helyzetben, mondjuk, hogyha az áru túl korán érkezett meg, akkor tudtam kihez fordulni, hogyha egy vásárlónak olyan problémája volt, amivel még azelőtt nem találkozhattam, azonnal telefonálhattam, és ők mindig elérhetőek voltak. Ez nagyon nagyban segített abban, hogy idáig eljutottam. Milyen fejlődési szakaszokon, állomásokon mentél keresztül, mire ide megérkeztél? Eladó pénztárosként a vásárló kiszolgálása és számfeltöltés volt a feladatom. Egy év után műszakvezető lettem, ahol az volt a feladatom, hogy a délutános vagy a délelőttös műszakot irányítsam. Körülbelül 4 év után történt az, hogy üzletvezető helyettes lettem, ahol segítettem az üzletvezető munkáját. Ezután üzletvezető lettem, és most én irányítom a csapatot, én felelek mindenért, értük is, és az egész boltért egy személyben. Hallgatva téged, látom, kellett az önbizalom, hogy elhidd magadról, hogy képes vagy ugye egyre magasabb pozíciókat betölteni. Mit javasolsz azoknak, akik hasonló pályát szeretnének befutni? Amire még szükség van ez a pozícióhoz, az a jó kommunikációs készség, probléma megoldó készség és vevőorientáltság. Minden másra megtanít a legtöbb cég. Közel 20 évről beszélünk, Gabi, biztos vagyok benne, a magánéletedben is sok változás történt ennyi idő alatt. Hogyan lehetett ezt a munkával összehangolni? Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy itt dolgozhatom. Ahogy haladtam előre a ranglétrán, a magánéletem is építgettem mellette. Férhez mentem, házat vásároltunk, és hát a mi kis családunk az így kerek. Jelenleg mi a legjobb dolog a munkádban? Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy olyan emberekkel dolgozhatok együtt, akik segítenek, támogatnak mindenben, és az én fejlődésemet, én pedig az ő fejlődésüket szolgálhatom. Köszönöm szépen, Gabi, további sok sikert kívánok neked. Köszönöm szépen. Önöknek pedig, ha témával kapcsolatban kérdésük van, bátran írjanak a közösségi oldalainkra. Műsorunk támogatója a Penny Magyarország.